Lech. Lech Gorgony Magyarországra menekült az egész híradó alakulatával együtt, amikor a szovjetek is betörtek Lengyelországba. Balatonboglára kerültek, egy jól felszerelt tábor, ellátás és védelem fogadta őket, valós helyzetükről ugyan senki sem beszélt. A magyarok Hitler szövetségesei, akkor ők mik? Hadifoglyok? Viszont egy árva németet nem láttak, és a magyarok semmilyen akadályt nem emeltek, amikor elmentek, hogy újra harcoljanak, bosszút álljanak. Lech itt maradt. A boglári egy évben, talán az első hét kivételével, minden idejét a kertészetnél töltötte, szabad ideje pedig volt bőven. Igaz, minden nap volt eligazítás, alaki és szakmai foglalkozások, és a tábort is saját maguk őrizték fegyver nélkül. Ebben is kellett szolgálatot adni, a konyhán és a körletek rendben tartásában is, de idő így is maradt. Aki menni akart, az bejelentkezett az ügyeletnél, az esti létszámra be kellett menni, bent kellett lenni. A falu lassan megszokta a furcsa, csúcsos sapkában témfergő polyákokat, akik rövid idő múlva polgári ruhát kaptak, és csak a tábori misére ölthettek uniformist. A kertészetben az öreg bolgár rendkívül mulatságosnak tartotta, hogy Lech segíteni próbál nekik. Elektromossággal foglalkozó technikus volt Varsóban. Kapa talán életében nem volt a kezében. A növények felismerésével is voltak gondjai. Anna, a kertészék lánya azzal szórakozott, hogy kikiabált: Lech, petrezselyem! Ez azt jelentette, hogy szépen megkéri a katonát, ha már itt lábatlankodik, akkor ugyan hozzon be egy kevés zöldségzöldjét a konyhára. Ezt már megértette, gyorsan tanult a magyar szavakat, ragozni ugyan nem tudott, az igaz. Persze többször került be sárgarépa, pasztinák, zeller, mint a kért zöldség. Azt viszont nem tartotta mulatságosnak a kertész, hogy a lengyel leplezetlenül udvarolt Annának. Akkor meg főleg talástalan képet vágott, amikor a katona az indulás előtti estén egyszerűen nem ment vissza a táborba. A többiek elmentek, Lech meg itt maradt. A magyarok nem bántották, volt valami papírja. A lengyelek elbeszélgettek volna vele, de ők éppen hajóztak Franciaország felé, ott átszállítják őket Angliába, ahol kiképzik őket arra, mi módon kell biztosan megdögleni a háborúba. Az első pár héten a plébánián aludt, aztán az öreg bolgár azt mondta, egye meg a rossz. Ennyit már ő is tanult Somogyban, csinált neki egy kis odút a szerszámocsból leválasztva. Egy hét múlva ráeszmélt, hogy teljesen felesleges volt az erőlködés, a fiatalok bizony gyakran ébredtek együtt. A háború alatt a lengyel bujkálni kényszerült, különösen a németeket kerülte, utána pedig azonnal összeházasodtak. A pap segített születési anyakönyvi kivonatot szerezni Varsóból. Eleinte Pestre jártak vonattal, élelmiszert cseréltek cukorra, cérnára, ruhaneműre, később eltartotta őket a kertészet. Andris csak 7 év múlva született, már éppen örökbefogadás után kezdtek érdeklődni. 6 év múlva, nyáron, az apja felmászott a cseresznyefa csúcsára. Aki ősszel iskolába megy, az megérdemli a legszebb gyümölcsöket. Letört az ág, és a szép szőke férfi soha nem állt fel a kerekesszékből. Este felé kigördült a partra, és nézte a hattyúkat. Anna meg a gyerkőc kimentek utána. Andris kavicsokat kacsáztatott a vizen, ők meg a csónakozásról álmodoztak, majd ha nem sokára, meggyógyul Lech. Aztán egyik este Anna mesélt valamit, kérdezett, de a lengyel már nem válaszolt. Még abban az évben egy drap Volga állt meg a ház előtt, és a megyétől, Kaposvárról jött két ember, pénzt ajánlottak a kertészetért, illetve a helyért, valami idegenforgalmi mutatvány lenne ott. Arra is figyelmeztették őket, hogy ha esetleg nem fogadnák el, akkor vannak más eszközeik is, és hogy egyáltalán itt vannak ezzel az ajánlattal, az csak a Takács elvtársnak köszönheti. Elfogadták, de fogalmuk nem volt róla, ki az az elvtárs.
Minden berendezést, szivattyúkat, fóliavázakat sikerült eladniuk. Az öregek vettek egy nyaralót a parton, téliesítették, virágos kertet telepítettek köré. Anna pedig a kisfiúval Komlóra költözött, a várost akkor kezdték kikaparni a hirtelen növekedés építkezéseinek porából, kellettek jó kertészek. Fásítottak, parkosítottak, virágágyásokat építettek, igaz, a legnagyobb zöld terület, a bányászpark, majd minden évben leégett a bányásznapi tűzijátéktól. Az asszony az új telepen egy ikert bányászlakás felében élt. Egyszer csak elfogyott az országból a paraszti munka, a vidéki lét reggeltől estig való robotolása, a téjeszek elől menekülő fiatalok, de a bányának szüksége volt munkaerőre. Jöttek a lengyel vendégmunkások. Anna a szénbányáknál kapott állást, papíron adminisztrált, de valójában a polyákoknak tolmácsolt. Ezer bajuk volt papírokkal, orvoshoz menéssel, postával, a sok ivás miatt a rendőrökkel, misére menéssel. Az asszony meg úgy érezte, hogy tartozik ezzel annak a drága, szökött katonának. Egy magyar bányász, aki a szakszervezetnél is csinált valamit, elkezdett neki virágot, barkát, krémest hordogatni, egyszer-egyszer elmentek moziba, fürdeni Sikondára. Egy év múlva oda költözött az ikerbe, a fiú semleges volt, elfogadta, de nem fogott vele kezet, még játékból sem, és nem hívta sehogy. Aztán a nagy bányatűz után az ember elkezdett inni, talán a félelemtől. Anna nem csodálkozott, mindegyik ivott, ki többet, ki kevesebbet. Csak a férfi egyre többet. A sörös estékkel sok baj nem volt, de amikor a pálinka volt az úr, akkor nagyon kellett kerülni vele minden szóváltást. Először egy fizetésnapon ütötte meg, mert Anna szóvá tette a kései és részeg érkezést. Másnap figyelmeztette, hogy ez nem történhet meg, de a férfi nem emlékezett semmire. Bányásznap előtt, akkor kapták a hűségjutalmat, este 10-kor még nem volt otthon, pedig már 2-kor kiszállt a kasból. Nagyon részeg volt, amikor végre csikordultak a szandálos lábai a kavicson, leült az asztalhoz és azonnal vacsora iránt kezdett érdeklődni. Melegszik, mondta idegesen Anna, és azon tanakodott, hogy milyen indokkal küldje ki a szobából a kisfiát. Este 10 múlott, és még nincs kész, ez szép. Mondom, melegszik, már 2-kor kész volt. Levitázz, hanem hozd azt a moslékot. A gyerek letette a ceruzáit, és figyelni kezdett. Anna levette a rezsóból a tálat, és az asztalra tette, látta jobb, ha ő szed neki. A férfi az első kanál után eltolta a tányért, és felállt. Ez hideg, mint a f***ed. Nem beszélsz így velem, főleg a gyerek előtt nem. A férfi kétszer pofon vágta, az óra vérezni kezdett. Andris felugrott és teljes erejéből a részeg gyomorszájába ütött. Megpróbálta megrúgni is, de kapott egy pofont, és a szennyes ládának esett. Az ember utána támolygott, de Anna üvöltését követően megtorpant. Azt motyogta, majd csinálok én rendet. És bearaszolt a fürdőbe. Elkezdte engedni a vizet. Ilyenkor majd teleengedte a kádat, belefeküdt a meleg vízbe, többnyire ott aludt el, szinte mindig bele is vizelt a habokba. Az asszony lefektette a fiút, nem jártak misére, de néha, mint most is, esténként lengyelül imádkoztak. Megígérte a fiának, hogy ilyen többet nem lesz. Az is megfogadta, hogy bosszút áll. Anna bement a fürdőbe, a víz már szép sárga volt. Megkérdezte, hogy megmossa a haját. Mire a férfi azt mondta, na, megjött az eszed. Nyomott a fejére a sárga tojás hamponos tubusból, benyúlt a kádba, nagyjából lemosta, felemelte a nagy, áramzabáló orosz hajszárítót, bekapcsolta és bedobta. Köszönöm szépen, hogy tapsoltak egy kicsit, egy talán feladotta ennek a drámaiságát ennek a történetnek.
Szeretettel köszöntöm Mezei Attila írót. A Korbu István által felolvasott novella a Beszélő Múlt című kötetéből van, amely a Müller BT kiadásában 2022. májusában jelent meg Müller Nándor gondozásában. Engedjék meg, hogy pár szóval bemutassam Attilát. 1956. október 5-én született Komlón, de hát kárászi lakos. Gyermekkorát abban a Müller malomban töltötte, amely a több novella helyszínét is képezi. Akik már kicsit jobban figyeltek, azoknak összecsenge kicsit ez a Müller és a Mezei név. Ugye Mezei Attila dédapja volt az a Müller, aki a malomban is élt, és ugye Müllerről magyarosítottak Mezeire annak idején, amikor ez nagyon szokásba került. A középiskolát Sopronban végezte, erdészeti szakközépiskolában járt, és a szakmájában dolgozott nagyon sokáig, a Mecseki erdőgazdálkodásnál volt kerületvezető erdész. 1994-től 2010-ig kárász polgármestere, 2004-ben pedig megkapta a Kós Károly díjat, amely a településvédelem és a település szépítés területén végzett kimagasló munkáért ítélnek oda minden évben, és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter adja át. Azt hiszem, hogy egyedül erdészként kapta meg, ugye? Úgy tudom. És 2004-et mondtam, de megállapodtunk benne, hogy 2002-ben. Sokan a komlói piacon is találkozhatnak vele, többek között gombát árul, és ő a piacon a gombavizsgáló is. 17 éve aktív szervezője a gombászünnepnek és gyerektáboroknak. Most itt a beszélgetés előtt pont arról beszéltünk, hogy mi minden helyen jártak már a gombásztáborokkal, a gyimesektől kezdve Argitán át egy nagyon sok helyen. És igazából, mielőtt a kötettel kapcsolatban elkezdenénk a beszélgetést, azt szeretném elmondani önöknek, amit én is tőle tudok, hogy úgy indult ez az egész íróskodás, hogy gyűjtötte a fényképeket, főleg az első világháborúról készült képeket, amit a kötetben is, de többen is úgy hívnak, hogy nagy háború, a nagy háború. És erről az időszakról készült képeket szerette volna egy kötetbe rendezni, és a centenárium kapcsán várta, hogy majd kiadnak erre egy pályázatot, és ez nem történt meg. De a képek azok viszont össze vannak gyűjtve, és ebből most egy párat megmutattánk, és megkérem majd Attilát, hogy beszélj is róla, hogy melyik képen mit látunk. Hát lehet, hogy a háború előtti idillel kellett volna kezdeni, de ez mindenképp a hangulatnak valóban megfelelő kép. Hát ő Vadas Gyula kárászi tanító, az első világháború idején egy karakán fiatal ember. Aztán az ő életével kapcsolatban is vannak mindenféle történetek, szerepel egy novella ebbe a gyűjteménybe is. Hát Vadas Gyula igaz belőle, a történet az nem. Egyébként a többi történetnek is azért elmondanám, hogy vannak benne 25%, ami valós, a többi az meg a fékezhetetlen fantáziám gyümölcse. Vadas Gyula. Na hát ez az idill, ez a világháború előtti és közvetlen utáni látszanak a nagy családok, a fönti az éppen a legfőső, az éppen az én családom. A második kép az meg egy kárászi ház, ma is áll, ez a Berceliék, meg a... Igen. Meg a, ez a, most a Mészáros Józsi bácsi lakik ott. Ők meg kárászi asszonyok akkoriban. Ennek ez a kép ugyan nem első világháború előtti, de a malom az az, ő meg az édesapám a Molnár kocsival. Úgyhogy ez 32 utáni kép, de a malom épülete az legalább az első világháború előtti erőre, meg viszonylagos jó létre utal. Hát ő pedig a Künel volt kárászon, nem akarok ebbe hosszan belemélyedni, mert elég sokat tudnék beszélni, de egy Künel rokon lánya a kor ruházatába, és róla is szól egy novella, a Janka
amiből aztán tényleg nem igaz egy szó se. Egyedül annyi, hogy élt ilyen nevű valaki. Hát ez meg egy kárászi zenekar. Ezt az elején még már beszélgettünk erről, hogy egy híres zenekar volt a környékben, de nem ismerték a Kottát, és egyszer egy olyan helyen zenéltek, ezt gondolom, hogy Bika lehetett, ahol ma volt elektromos áram, volt világítás, és elment az áram, sötét lett, és egyszer csak megszólalt valamelyik zenész, hogy na most megbaszhatnátok a Kottás muzsikusait. És egy kis csönd volt, és két perc múlva már újra zenevonáltak. Hát ez már a háború, ez valahol Olaszországban egy kép. Ezekről a háborús képekről annyit, hogy a Tolnai Világi lapja akkoriban írt ki egy pályázatot világháborús képekre, és ezek a képek egy része ott is díjazott lett. Hogy hogyan kerültek hozzám, ezt konkrétan nem tudom, ezt ajándékba kaptam valakitől, de nagyon örültem neki, mert ezen az tényleg látszik, hogy ez egy olasz mutatvány az olasz frontról. Ez egy budapesti kép, ezek a fickók, ezek olyan, hát a mi időnkben, hát ilyen katonai rendészfélék, úgyhogy nem voltak túl népszerűek abba a világba se. De látszik rajtuk az, hogy aztán mindenkinek kackiás bajsza van, mindenkinek ragyog a csizmája, egy ilyen össze... Szóval ezek voltak a kívánalmak akkoriban, és ennek ők kiválóan meg is feleltek. Ezek a fickók meg népfelkelők. Látjuk, hogy nem is mind fiatal ember, hanem mindenféle idősebbek is vannak köztük. És önkéntesként jelentkeztek a háborúba, gondolom, akkor, amikor azt mondta a Ferenc Jóska, hogy mire a levelek lehullnak, katonáink hazatér, akkor gyorsan beszálltak. Hát ha ez így van, akkor azt a pár hónapot kibírjuk valahol. Hát nem egészen úgy történt. És az igazság, hogy ők nem voltak nagyon kiképezve, ez a része a hadseregnek, ez hullott el először. Ez a legkedvesebb képem, és van rajta egy kárász. Ja, megnézik, itt is a mértani összerendeződés van. Egyetlen egy ember ott, akinek a sapkája egy félre áll, és szemlátomást a másik kettő tartja, hogy elmehessen. Na hát az a kárászi. Ennyit a kárászi lelkületről egy kicsit. Ez megint arról az előbb említett sorozatból egy Tisztek eligazítása című kép. Tehát aki ezekben a katonai dolgokban jobban járt, és az még több információt le tud belőle. De én csak azt látom, itt mindenféle alakulatok. A huszár, a váravetős gönctől a tüzérek, minden. Szóval ez valami komoly, nagyobb katonai egységnek az eligazítása lehet. És azt is tudom, hogy valahol a Kárpátokban. Hát meg sokaknak ez a dolog így végződött. Nekik még talán szerencséjük van, mert úgy látszik, hogy megvan mindenük, de sokan megnyomorodtak. De ez az itt a kórházból egy várajai fiatalember küldte az anyjának, a hát oldalán van egy szöveg is. Aztán egy kis átkelés a Dolomitokon, a magyar hadsereg, vagy hát a osztrák magyar hadsereg átkelt azokon a hegyeken, ilyen körülmények között kézzel húzták, vonták az ágyukat. Én nem vagyok túl ilyen katonaságba szerelmes alak, de azért ezek megérdemeltek egy-két válba veregetést. Megérdemeltek volna helyette. Átjutottak Olaszországba, ahol hát nem a válba veregetés volt a divat. Nincs több. Ennyi volt. Látjuk, hogy egy idilli Magyarországból eljutottunk a Dolomitokig, ahol ágyukat kellett lökögetni a hóba. Pedig az a első világháború előtti Magyarország egy nagy esély volt akkor. Elkezdtünk iparosodni, soha nem fordult elő egy bécsi munkás annyit keresett, mint egy budapesti. Elkezdtünk valahogy tagozódni Európában. Tudom, hogy akkor is voltak politikai problémák, tiszapistázott, boldog-boldogtalan, Ady Endrének se tetszett semmi, de hát a költőknek mikor tetszik bármi is. De a gazdaság az mozdult, azokon a falusi képeken is látszik, hogy azok az emberek jól szituáltak, szép épületek vannak. És akkor jött a háború, ami tönkretette az egészet, és azóta is nyögjük ennek terhét mindenképp. Ebben a kötetben 28 novella található,
és a 28 novellának nagy része a környékünkön játszódik, itt a térségben, hát nyilván elsősorban Kárászon, Magyaregregyen, Köblényben, de vannak nekünk kedvesebb komlói történetek is, és természetesen vannak messzi tájak is, amelyek a szereplőkön keresztül kapcsolódnak ehhez a területhez is. Ezek mind valós helyszínek, és a szereplők is valós szereplők. Ezt már egy kicsit előrevetítette Attila, hogy nem mindig minden igaz. De egy kicsit beszélj arról, hogy itt mennyi a képzelet, mennyi az emlékezet, mennyi a fantázia szüleménye. Jó. Amikor megjelent az első világháborús antológia, amit a nyertes művekből állítottak össze, akkor beleolvastam, és úgy gondoltam, hogy én némelyikhez hasonlót úgy is tudok írni, hogyha az egyik kezemet a fülembe dugom most. Ezt másképp szokták fogalmazni, de... És akkor az volt a célom először, hogy egyszer lássam leírva a nevemet, és az első pályázatra, amire írtam egy novellát, azon kiemelt novella alatt Pestre mentünk, díj átadóra, teljesen meg voltam rökönyödve, ez ennyire megy nekem. És utána elkezdtem írogatni. Ebbe a gyűjteményben azok vannak, amik valamilyen pályázaton vagy nyertek, vagy kiemeltek lettek, vagy megjelentek valami antológiába. Szóval elég szép kritikákat kaptam. A legkedvesebb kritika az a Gilbert Edith professzorasszonyé, aki a Pécsi Egyetemen és az ELTE-n is tanít nyelvész elsősorban, arról, hogy a hangulat átadó, a tömörség és a hangulat átadó készség, hogy meg a régi szavak, hát a nyelvésznek, hát persze az tetszik, hogyha mindenféle régi kifejezéseket használ az ember, de én tudatosan használtam ezeket, mert az első világháború körüli időszakhoz azok a kifejezések illenek, vagy hát legalábbis jó, ha megemlítjük őket, fiataloknak abszolút semmit nem mond, nem is keresik ki, legfeljebb megnézik a, vagy nem tudom mi, valahol a számítógépükön, hogy az mit jelent. Hát az, hogy honnan jöttek a történetek, az meg egy nagyon érdekes dolog, mert hát ezer helye van ennek. Egyrészt van a családi legendárium, de ezt mindjárt tudjuk, hogy ez a legsérülékenyebb a világon. Hát nekünk a családban van egy történetünk, hogy valamelyik ősünk hajós kapitány volt a Tirrén tengeren, még a hajója nevét is tudtuk. Ugye a feleségem, aki ott pulyik meg a háttérben, elkezdett családfát kutatni, kiderült, hogy hát ez az ember, ez úszómester volt Pécsen. Ennyi köze van a vízhez, nem a hajós kapitány. Úgyhogy azért mondom, hogy a családi legendárium azon csúszik el sokszor, hogy a nagyon öreg emberek örökítik, és akkor ők már hozzáálmodnak valamit, és akkor az már úgy kerül át. Hát a közösségi legendárium, mondjuk egy falu történetei, azért ott már több szűrő van, ott már többen beled, ahogyan nem úgy volt az, meg, de az is kimeríthetetlen sok esetben, még ezzel az első világháború körül időszakban is, és hát utána a lengyelek, mert Kárászon voltak lengyel katonák valóban. És az első világháborúnál még ott van egy olasz hadifogoly a Kárászi temetőbe, aki nincs ott, mert 30-valamikor összeszedték az összes olasz hadifoglyot, és fölvitték egy hősi temetőbe Budapestre. Tehát a kárásziak azóta hordogattak neki ezért egy-egy szál virágot, meg ezt-azt. Ribeccininek hívták ezt a hatfit, és ez úgy került Kárászra, hogy amikor vége lett a háborúnak, vitték őket haza a vonattal, irtózatosan berúgott, és kiesett a vonatból. És a Kárászi temető volt legközelebb. És ezt a bal szerencsét, hogy vége a háborúnak, már menne haza, és akkor kiesik a vonatból. Volterrai volt ez a srácok. Írtunk is Volterrába, de hát lehet, hogy valami rossz hangzású név, de semmit nem válaszoltak. Nem nagyon érdekelte őket Ribeccini. Annál ott tartottam, hogy ez a közösségi emlékezet. Meg az nagyon fontos, hogy az ember, és minden ember olyan helyekre kerül, hogy nagyon komoly, jó vagy rossz, de csomó élmény éri. Hát például, hát én nem tudom, a Fazekasnál, ha jártak, ez egy tanya, ott voltam kisgyerek, és utána elkerültem Sopronba, amíg szombaton is jártunk iskolába, és egy egész országos beiskolázású iskola volt, hát ott olyan történetek jöttek Palóciából, innen időnk volt, és egy csomó dolog onnan is származik.
Aztán nekem az a megtiszteltetés is jutott, hogy 24 hónapig katona lehettem, és a határőrségnél géptávirász voltam, ami a úri elfoglaltság, de 2 éven keresztül egy ország szemetje átment rajtunk, mert hozzánk jött le az összes körözés, amit meg kell mutatnunk egy tisztnek, ő döntötte, hogy miket adunk ki. Szóval minden, ami bűnügy Magyarországon történt, vagy részegrendőr elhagyta a pisztolyát, hetente 2-3 ilyen eset volt. Akkoriba szökött orosz katona. Hát ez 2 naponta megpróbáltak szerencsétlenek valahogyan hazajutni innen. Elkapták őket már délibe. De akkor a neveikkel lehetett játszadozni. Szóval volt egy olyan eset, hogy megszökött 2 orosz, a géptávirász meg leadta a harmadiknak Anton Pavlovics Csehovot. Hogy észreveszik-e? A 14 határőrösen senki nem vette észre, egy tiszt 2 nap múlva, amikor megnézte véletlenül a papírokat. És a hosszúhetényi fűrészüzemnek arról a brigádjáról is szeretnék beszélni, mert az is 2 mondatot mindenképp... Nem beszélek ilyenkor sokat? Nem. 2 mondatot mindenképp megér. Nekem még volt szerencsém elcsípni azokat az öregeket, akik az első világháború alatt, után születtek, a másodikba tevékenyen részt vettek, és ott nyugdíj előtt még találkoztunk. Abban a brigádban volt 2 SS katona, volt egy, aki 6 évig volt orosz fogságban, a másik amerikai fogságban volt. Volt olyan fickó, aki a román behívója elől átszökött Romániából, Pécskánál. A románok is rálőttek, meg a magyarok is. De lőni nem tudtunk rendesen, se ők, se mi, mert átjutott az öreg úr. Szóval onnan is olyan történetek előkerültek, hogy nem az, főleg, hogy az ember fantáziája is működik, akkor kimeríthetetlen tárháza ez a novellák alapanyagainak. Meg hát ember is kell hozzá, mert idő is kell hozzá. De én nyugdíjas vagyok, nekem elvileg kellene, hogy legyen időm, de nem mindig van. Az, hogy mennyire vagyunk, azok az emberek, akik elmélyült tudósok, elmélyültek valamibe, azok nem fognak novellákat írni, az biztos. Az ilyen alakok, mint én, aki foglalkozik ezzel, azzal, amazzal, kerülöm azt a felszínes kifejezést, hogy tanácsoltad, kicsit felszínesek. Azok képesek fölvenni egy akás információt és megpróbálni leírni. Ez lehet, hogy az én fixa ideám, de azt hiszem így van. Még a nevekről szeretnék, amik itt például Le Gorgonyról, meg vannak még lengyel katonás történeteim. Hát, hogy mennyi energia lehetett a lengyel katonák neveit kikutatni? Hát, szomorúan vallom be, hogy egy fikarcnyi energia nem volt, hanem volt a 70-es években egy lengyel futballválogatott. Hát azok a nevek. A Tomaszewski volt a kapus, a Simanovski, a Gorgony, meg az Muda volt a 3 hátvéd. Na, ilyen a felszínesség. És mit szóltak ezekhez a történetekhez a kárásziak, azok, akik ezeket a neveket ismerték? Hát jó részt a dédunokáik élnek. De fotóval már így is volt problémám, hogy miért pont az ő szülei fotója van, vagy dédszülei fotója van odarakva, mert van egy novella, ami hát nem egy példaértékű életről szól. De hát megbeszéltük, hogy hát ezek a képek azért kerültek oda, mert volt hely. Ennyi. Az fért oda, nem volt belőle semmi problémám eddig. Meg hát a nagyon ronda történeteknél azért annyi eszem volt, hogy nem írtam ki a neveket. A viszonylag szép történeteknél vannak a kárászi nevek. Azt még elmesélem, erről a hajós kapitányról is van egy történetem, a nem létező hajós kapitány, akit Sergio Baninónak hívok. Ő a Zsuzsa barátnőjének a férje, egy olasz Fiat gyárba dolgozó, rettenetesen nagy kommunista gyerek volt, de hát az olasz kommunista más kommunista, mint az orosz. Ő a Sergio Bannino, és ő úgy tudom, hogy eddig nem haragszik azért a hajós kapitányos elnevezésén.
Azt már mondtad, hogy ugye pályázatokra is bekerültek novellák. Azt már én is láttam, hogy három például az interneten is megtalálható. Hogy kaptál virálatokat, kritikákat, ezek mindig azt mondtad, hogy meglepően pozitívak. De kik azok, akik segítették az írói munkádat? Akár a kiadásban, akár az írás közben. Én úgy írok, hogy ez éppen a leghagyományosabb eljárás. Én kézzel leírom, kézzel írok, mint a gyerekeim szerint, kézzel írok, mint az állatok. És utána a kézírást begépelem, akkor egyszer már magam szűröm. A lehetőség szerint kihagyom a szóismétléseket. És utána feleségem helyesírásilag, meg hát stilisztikailag is bele csap. De nem szoktunk sok hibát hagyni. A bírálataimnál majd mindig előkerül az, hogy tisztán írok. Hát persze, háromszor van átnézve, hogy elég lehet tisztán írni. Ha más haszna nincs ennek az írásnak, akkor a helyes írásra kezdek megbarátkozni. Nagyjából tudom most már, hogy mit, hogyan kell írni. Aztán szerkesztésileg, hát szerkesztőt kéne találnom, tudom, mert a szerkesztetlenség az a problémája ezeknek, főleg, hogyha valami nagyobbat akarnék írni. Hát a Varga Szabolcs, történész, dr. Varga Szabolcs, egy magyar egregyen élő modernkori történész, aki bejelentkezett arra, hogy ő kezelné a szövegeimet, vagy gondozná a szövegeimet. Meg a kisebbik lányom is foglalkozott már ilyenekkel, ő a jezsuita szeretetszolgálatnál dolgozik, de ilyen pályázatokat írogatnak ki, és hát például most is gondozza az egyik szövegemet, ami egy kis regény. Elég drámaiak a történetek. Azt már közösen is megjegyeztük, hogy ezt némi rejtői humor átszövított, és a novellák nagy része mindig valami elég ütős csattanóval ér véget. Nyilván mindenki akkor kap erről pontosabb képet, ha elolvassa, és ezt nagyon jó szívvel ajánlom, mert szerintem amellett, hogy üdítő, tehát felszabadító még így is olvasni őket, nagyon jó szorakozás, emellett nagyon sok tanulsága is van a történeteknek. De mégis mit gondolsz, hogy úgy általában, ami ebben a kötetben így egy csokorba összekerült, hogy ezek nagy része az első világháborúról szólnak, persze vannak korábbi és későbbi történetek is, de mégis valahol a nagy háborúhoz köthetőek, hogy milyen üzenetet szántál ezeknek az írásoknak? Hát nem akarom Hasekkal összehasonlítani magam, de az üzenet ugyanaz, mint a Schweik üzenete, a béke. A békébe vetett hit, meg az, hogy ne legyen háború, semmilyen háború, se nagy, se kicsi, semmilyen, mert ilyen drámai történetek lesznek a vége, hogy hazafele meghal a hadifogói, meg hogy... Szóval én egyértelműen pacifista vagyok, és a történeteim lehet, hogy drámaiak, meg sok ilyen, de ilyen hadmozdulatokról nincs benne szó, de még egyszer mondom, szóismétlés, de a pacifizmus az a üzeneteknek, a regényeknek, legalábbis én úgy gondoltam, a regényeknek, novelláknak. A regények majd most következnek. Ezt nem tudom. A novellista nagyon nehezen ír regényt. A novellista túl tömör. A regényhez meg hát szócséplés kell, maradjunk annyiba. Mert magyar betegség az, hogy a novellisták előbb-utóbb regényt akarnak írni, mert magyar irodalomban az valaki, akinek regényei vannak. És hát én is próbálkozom, de hát ez nem az én világom, úgy tűnik. Bár majd meglátjuk. Ebben a kötetben 28 novella van. Lesz-e folytatás? Hát ez egy válogatás, van még sok-sok novellám, és most éppen vagy három pályázatnál szerepelek, ahol nem sokára döntések lesznek. Írok, ha más nem, demencia ellen jó lesz majd, hogyha oda jutunk. Lesz folytatás mindenképp. Hát ennek a könyvnek a bevételéből, hát ugyan nem ismerem
a mostani papír viszonyokat, meg kiadói költségeket, de lehetne folytatni. De szeretnék megint egy olyan gyűjteményt, ami valami alapján összerendeződik, mert ez alapján, az alapján rendeződött össze, hogy pályázatok során valamilyen eredményt ért el. Most egy másik rendező elv mellé, ha sikerül novellákat összeszednem, akkor természetesen lesz folytatása, úgy tervezem. Én megkérdezném, hogy a Búcsú című novella mennyi a valóság alapja? Mert ez a családi... Az szintiszta valóság. Csak nem egy év alatt történt, vagy nem egy Egregyi Búcsú, hanem az a 40 év Egregyi Búcsújaira járás. Az lett a Vidám Absztorik lettek egy novellába összehozva. Ezeket az első világháborús történeteket, vagy mondtad, a családi legendáriumból merítetted. Konkrétan dédapa, vagy dédnagybácsi, vagy... Persze, hát az Egregyi dédapám részt vett az első világháborúba, Szerbiába, Oroszországba, erre-arra harcolgatott. Akkor a nagyapám barátja, Strandzinger Miska bácsi, neked talán mond is valamit, ő is első világháborús katona, és hát ők összejártak az öreggel, hát olyan történeteket meséltek, meg a papa kapott tőle egy réz öngyújtót, ami első világháborús ilyen lövedékből lett, mert akkor készítették ezeket a kanócos benzines öngyújtókat. Az volt a dédapámnak ilyen öngyújtója. Szóval sok ilyen hallott, első világháborús hallott történet van, ami eljutott hozzám, és igyekeztem leírogatni. De vannak olyanok is, amiket nem nagyon akarok leírni, mert szörnyű. Ezek között is vannak szörnyű dolgok. Az is egy szörnyű dolog, hogy valaki mellé bedobnak egy hajszárítót, bár nem is első világháborús, de hogy ott is mik történtek, azért az olvasót nem szabad kétségbe ejteni ezekkel a történetekkel. És az 50-es évekbeli dolgokat nem akartok feldolgozni? Az 50-es évek az nekem még egy kicsit kényes téma. Közben sok mindent át kéne beszélnünk. Szerintem 1956-ot is egyszer le kéne 8 milliónknak ülni, és ezt megbeszélni, ezt az egész kérdést. És most nem akarok politikai sikokra tévenni, de az 50-es évekkel azért még élnek olyanok, akikről kiderülne, hogy ő intézte a beszolgáltatásokat, meg egyebeket, hát nem akarok én ebben még bele. Még vannak, élnek, érintettek. Pontosan. Jó ötletnek tartom, nagyon sok dolgot lehetne írni, le lehetne írni az óbányaiakat, akik felakasztották a pártitkárt. Mert olyan is volt az 50-es években. Szóval nagyon nagy történetek vannak, de én még ezeket hagyom pihenni. Amik megvannak azoknak a történeteknek egy részét, de tudom írni, ez nekem jó. És igyekszem úgy leírni, hogy mindenki találjon benne valami elgondolkodtatót, valami sírnivalót, valami vidámat. Mert ezekben a novellákban nem mindig az én stílusom jön ám elő, mert azt kérik, egy Rejtő Jenő novellánál azt kérik, hogy próbálj meg Rejtő Jenő lenni. Hát akkor Rejtő Jenőset írunk, az nem mindig én vagyok, amiket írtam, de Varga Szabolcs erre azt mondta, hogy az az igazán nagy író, aki tud úgy írni, mint a többiek. Az így írtok ti. Erre gondolom, hát azért nem szeretném magam Karintival se összehasonlítani. Nagyon köszönjük ezeket a novellákat. Én köszönöm, hogy helyet kaphattam itt, meg köszönöm, hogy eljöttetek. Júri. Apu már ott állt a P70-es mellett, sokan azt mondták, hogy ez egy csúnya autó, pedig apu szerint ez egy igen szép példány a fajtájának, és extrák is vannak rajta, például a belülről irányítható külső kerekek. A Balatonra is elvitt bennünket, amikor a nyáron sátorozni voltunk Bogláron. Akkor az öcsike a Badacsonyban kapott bugyli bicskájával 6 helyen kibökte a bérelt gumimatracot. Anyu jól kipofozta. Apu meg a Schallerrel igyekezett befoltozni, de végül ki kellett fizetni. Hazafele nem kaptunk fagyit. Én sem, pedig nem csináltam semmit, csak annyit mondtam, hogy ezzel a szarkéssel biztos nem lehet átbökni azt a vastag bőrét. Most a komlói bányásznapra készülöttünk, ahol közelebbről megnézhetünk egy igazi űrhajóst, Gagarint,
de előtte még bemegyünk Egredre a papáért is. Apu az erdészeti zöld nadrágjában volt, fehér rövidújú ingben, amit nem tűrt be, hogy ne dudorodjon annyira pocakja. Napszemüveg is volt rajta, anyu szerint úgy néz ki benne, mint egy bögöly. Ezen azonban nem volt tanácsos nevetni, mert könnyen kaphatott az ember fia egy melport srégen a tüdőre köhögés ellen. Ami egy visszakézből leadott, célzott legyintés volt az ing felső zsebe irányába, és még fél óra múlva is csípett. Szandál volt rajta, de zokni is. Anyu este mondta, hogy ha a szandálba jön, levághatná a körmeit. Erre azt mondta, hogy legjobb tudomása szerint nem az ő hüvelykujja lesz az emelvényen, hanem a pilóta, úgyhogy nem tökörészik ezzel, zoknit húzott inkább. Egyébként is fáradt volt, a járdát betonozták, a dilettációk vagy mik kátránnyal való kiöntésére már nem maradt idő. Persze, ha 2-től 4-ig nem söröztek volna a diófa alatt, akkor minden fixunt fertig elkészült volna, ezt anyu mondta a vacsoránál. A tükröt állítgatta az autón, ez a türelmetlenség biztos jele. Anyu a szép virágos gumis derek a ruhájában még visszafutott, hogy rúzsozzon egyet. Addig elszaladta megnézni, milyen lett a járda. Voltak benne kutyanyomok, sőt a negró oda is szart egy akkorát, mint egy vimes doboz. Ezt azért elmondom az öcsikének, aki térdzoknisan, kantáros növint nadrágban, fehér ingben ácsorgott az ajtóban. Ahogy megfordultam, ráléptem annak a régi lábosnak a fülére, amiben a maradék kátrány volt, az egész rádölt az új cipőmre. Ebben a pillanatban ért oda anyu, és kaptam 2 olyan gyors pofont, hogy Pap Laci is boldog lett volna, ha látja. Én nem voltam az. Anyu azt kiabálta, Feri, ez a pucok egyik lábával belelépett abba a kurva kátrányba, amit itt hagytatok, most mit csináljak? Apu, aki éppen dudálni akart, meggondolta ezt, és visszakiabált, hogy dugja bele a másik lábamat is. Amit erre az anyu mondott, azt nem értettem pontosan, de a vége az volt, hogy ezért megmérgezlek. A régi cipőmben mentem. Amikor beszálltunk az autóba, mi ketten gyerekek hátul ültünk. Apu megjegyezte a rúzsra, hogy szép, bivajpiros. Semmi válasz nem érkezett. Öcsikének viszont pisülni kellett. Apu szerint biztosan kibírja Egredig. A jó, megpróbálhatjuk válasz keserű emlékeket idézett fel a szülőkben. Kikászálódtunk. Öcsike persze jól levizelte a nadrágját, de ez rajta kívül már senkit nem érdekelt. Egredjen kerestük a pajtás kutyát, mert itt a papa szerint 50 éve minden ebet így hívnak, de be lett zárva, hogy nehogy összeugráljon minket. A mama szerint a papa olyan szép akar lenni, mint Szaros Pista Jézus neve napján, ezért még mindig céhelődik. Akart nekünk meccszörpöt hozni, de anyu nem engedte, mert biztosan összehánynánk a kanyarba az autót. Apu és ópapa beszélgetni kezdtek. Aztán mi nézni való van egy büdös orosz kommunista pilótán? Kérdezte jó indulatúan az öreg. Talán az, hogy ő az első űrhajós. Hazugság ez az egész, ezek még egy karórát sem tudnak felhúzni. Hát azért jól elkenték a száját a kefebajszú osztráknak és a drágalátos lovas tengerésznek is. Miket csináltak, amikor bejöttek, és itt teszi őket a rosszabb azóta is. Hát itt, de mikor látott maga Ruszkit? Kivéve azt a dombovárit, aki biciklivel hordja a szivattyút, húsdarálót, meg minden szart. Apunak eszébe jutott, hogy ezt az embert rakétahordozónak hívják, mert annyi rakétaporszívó volt eladott már a környéken. Más is eszébe jutott. Tényleg, a rendőröket igencsak érdekli, hogy kivette meg ettől az Ivántól a dupla csövű izs vadászpuskát. Maga mit gondol? Itt egy kis szünet állt be. A mami átment szólni a papának, hogy jöjjön, mert már megint elkezdtek kommunistázni. Meg is jelent a papa az előcsatos sildes sapkájában, amit TS sapkának csúfoltunk. Karján az elmaradhatatlan fagombos kardigánjával, amit kombinált szvetternek hívott, mert egyszer a pajtás lerángatta a szárítókötéről, és a balúját újra kellett kötni, de nem lett egyforma. Anyu szaporán kezdte venni a levegőt, a sapkáról sikerült lebeszélni, de a pulóver maradt.
Papa szerint a Dobi István nem jár ilyen ruhában, ilyenkor ópapa mindig kiment köpni egyet a pipa miatt. A mama viszont egyet értett, mivel szerinte se húzna fel egy csavargó sem ezt a rongyot. Abban maradtak, hogy ha véletlenül nem is kell, hát elfér hátul. Apunak eszébe jutott, hogy ott semmi ugyan nem fér el, mert bent felejtődött a maradék cement és egy kanna gázolaj, ami a fatelepen került valami csoda folytán a csomagtartóban. Gyorsan azt mondta, hogy a kalaptartón is jó lesz. Anyu rosszat sejtve kinyitotta az autó hátulját, majd úgy lecsapta, hogy a bal hátsó ablak beesett a karosszériába. 17 perc alatt sikerült egy görbített dróttal előhorgászni és egy darab papírral kiékelni. Amikor végre elindultunk, a mami keresztet vetett, aztán be akart írni a reggeli tejet a listára, de a csarnokos papírt a kegyelmes Istennek sem találta. Eszébe jutott az autó ablakának javítása. A kereszt után elütöttünk egy tarka macskát, különösebb baja nem lett a jószágnak, nyergogva a három lábon elrohant. A gazdaasszony viszont két lábon jelent meg a kapuban, a haja lilább, az otthonkája zöldebb volt a megszokottnál. Papa szerint elég csiri-csári volt a Bözsike, aki szerint azért történnek ilyen elképesztő balesetek, mert egyre több az ilyen puszta, libakergető autó, és a sok bunkó úgy megy velük, mint a világtól. Komlón a rokonok háza előtt parkoltunk, nem mintha olyan sok autó lett volna, de a város tele volt nehézkesen mozgó alakokkal, akik a hűségi jutalom egy jelentős részét alkohol formájában építették be a szervezetükbe. Apu egyiküket sem akarta kerekek közül összeszedni, ezért egy kicsit többet gyalogoltunk. Öcsike a papa nyakában ült, és a fülénél fogva kormányozta. A téren több ember volt, mint Szászváron a foci meccsen. Mindenki Gagarinra volt kíváncsi. A szomszéd területen lévő büfés sátraknál alig nézengett valaki, a körhinták sem forogtak. A Lenin szobornál álltunk meg, nem is lehetett közelebb juratkodni. A papa szerint azért az érdekes, hogy a Lenin hátat fordít a békének, és szemben áll a párttal. Na, ebből egy szót sem értettem, kiderült, hogy a békeszállóról és a pártházról van szó. Minden esetre anyu rászólt a papára, hogy most meg nehogy ő kezdjen kommunistázni, mert itt aztán van belőlük bőven. Megszólalt a hangos beszélő, és bemutatta az emelvényen integető, űrhajóst körülvevő embereket. A mellettünk álló bácsi szerint nagy kár volt, hogy nem vitte őket az űrbe ez a ruszki. A papa mondani akart erre valamit, de anyu ránézett és meggondolta magát. Egy idős svájci sapkás abban bízott, hogy jön Marosán is, és akkor leszakad ez az egész rohadt tárgyalomány. Kezdtem félteni az űrhajóst, Julit. Arrébb mentünk, mert az anyu szerint ezeket előbb-utóbb úgyis elviszik a zsaruk. Én egy szár rendőrt sem láttam, de az anyu a civil ruhásokra gondolt. Amikor megkérdeztem, hogy azoknak is van-e gumibotjuk, akkor apu azt mondta, hogy igen, de el van dugva nadrágjukba. Anyu egy jó nagyot csapott a hátán. Először mindenféle emberek beszéltek, aztán végül Júri is szóhoz jutott. Oroszul beszélt és tolmács fordította, amit mondott. A második mondatánál, amely mindig a papa nyakában ücsörgő öcsike elkezdett oroszul ordítani. Gacsali puty, truti butyi, zakutyár Nikuli, meg ilyeneket. Már mindenki rajtunk röhögött, csak akkor hallgatott el, amikor apu megígérte neki, hogy szilánkosra pofozza, ha nem kussol. Volt még egy kis ének, vers, aztán mindenki rohant a húskiba. A körhintán volt egy rakéta formájú ülés, minden gyerek abba akart telepedni, mindenki Gagarin akart lenni. Mi is ringlispilézhettünk két menetet, enni csak utána kaptunk. Anyu nem akart úgy járni, mint az egregyi búcsúban, amikor az öcsike megevett két rántott csirkeszárnyat, olyat, amiben májat is csomagolt a mama, meg rizibizit ivott, a mézes kalácsosnál egy nagy pohár márcot, és az egészet magasról ráhányta a körhinta körül ácsorgó szájtárgyakra. Mindenki az anyut szitta, főleg akik az ingükről pöckölgették le a cukorborsót, amit az öcsike hasából jött fel körülnézni. A hintázás után kaptunk egy vattacukrot, apu és papa nem kértek. Azt mondták, nincs itt a bicskájuk, inkább kolbászt esznek, azt lehet harapni. Ittunk egy almuskát, és visszamentünk az autóhoz.
A kocsi kulcsot az anyu retikuljében csak úgy lehetett megtalálni, hogy mindent ki kellett pakolni a motorház tetejére. A 4 éve kisorsolt békekölcsönpapírokat, a tavalyról bent maradt halottak napi gyertyák láttán, a papa megállapította, hogy esztikém, ebben csak pörkölt ördögök nincsenek. Egyik kétszer álltunk meg pisilni, és elkezdett esni az eső. A defektet már a faluban kaptuk, ott, ahol jövet a macskával találkoztunk. A néni megint ott volt, és valami olyat mondott, hogy az Isten nem ver bottal. Aput elkapta a szent harag, és azt hiszegte, hogy most leverem a dajért és az otthonkát erről a vénkurváról, és megfogta a szerelővasat. A papa elképzelte a banyát otthonka nélkül, és kézen fogott bennünket, 5 percesen voltunk tőlük. Abban a fél órában, amíg apujék a defektet szerelték, anyu ott maradt, hogy tényleg lecsapja az asszony, hogy mikor teljesen összeugrált a pajtáskutya. Anyu azt mondta, hogy akkor megyünk legközelebb valahová, ha a Bemmapó és az Rinyi Miklós együtt lesznek valahol, és egymással táncolnak az emelvényen. Én még hetekig Júri Jalán.